innen vittek annak idején kórházba lányait. És természetesen elhatároztam, hogy nem fogunk beszélni erről az esetről, de arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy tulajdonképpen milyen változást hozott az életedbe, amikor újra kijöttél, és amikor újra jól voltál. Hát a legnagyobb változás az, hogy jó voltam. De nem voltam én rosszul, hogy mondjam neked, mert amikor már magamnál voltam, akkor én már jó voltam. Az a 3-4 nap, azt hiszem, az kiesett. De nem tudom, milyen változást hozott. Nem tudom. Nézel-e máshogy dolgokra? Hát most számít-e valami jobban, mint azelőtt? Vagy valami, van-e valami, amit elengedtél például? De hát azt engedtem el, hogy jaj, mi lesz? Hát az lesz, az lesz. Lekapcsolják a villanyt és kész. Úgyhogy ennyi, nem nincs az bennem, hogy haj, most megeszem ezt a merem, hát az utó. Nem, nincs sem. Ilyen változás nincs bennem az ég egy világon. Hála jó Istennek, azt hiszem legalábbis. Van bennem néha egy feszültség, de különben nem. Tudom, hogy egyik kedvenc színészed a Laurence Olivier. Nem csak nekem. Igen. Nekem is, sok fekete-fehér filmet néztem, de sok színes filmet is néztem, és van nekem is egy kedvencem, a Keanu Reeves. Megkérdezték őt egyszer, hogy mit gondol, mi történik a halálunk után. És ő azt mondta, hogy semmi különös, csak hiányozni fogunk azoknak, akik szeretnek minket. Igen. És te átélhetted azt, hogy itt vagy újra velünk, és közben sokan azt gondolhatták, hogy eltávozol, de most újra itt vagy szerencsére, és hogy elképesztő szeretet hullám jött föl. Ezt érezted? Vagy... Én amikor már olyan állapotomban voltam, én komolyan mondom most, nem, és nem is szeretnék erről beszélni, nem tudja az ember, nem észleli az ember, kivéve a készfogás, meg tényleg, ha megyek gyalog, hogy ez, és viszont nem felejtem, hogy menjen utállak. Szóval ezt nem szabad, én 20-valahány éves voltam, amikor elkezdtem tévézni 55 évvel ezelőtt, és akkor ezért anyukám azt mondta, hogy kisfiam, téged biztos mindenki szeret, és azt mondtam, 20-21 éves voltam, hogy anyukám biztos, hogy sokan ráugranak a tévére, most is, amikor néznek, és utálnak. Ezt nem szabad elfelejteni. Tehát nem mindenki szereti az ember, de most azt láttam, hogy nagyon sok, nem mindenki, mert én még el szoktam olvasni most a kommenteket, és engem nem, de engem mélyen nem ér. Tehát most mond, Fixi Jakab ül otthon, és az rohadt, és akkor azt mondja, de jó napom volt, megírtam neki. Hát édes Isten, neki ennyi öröm jut nekem, azért egy fokkal több. Úgyhogy én megvoltam hatva ettől a szeretet állatot. De úgy örülök, hogy ezt mondod.